Várjál csak! Most de menő. Nagyon menő. Nagyon dinamikus ez a szög. Igen. Hát egyébként, ha megnézel a videóinkat. Csuk így. Hogy csinál? Hogy? Mit csinál az? Ez elkezdte a felvételt. Nagyszerű, szervusz. 10 perces vége. Igen, ennyi lesz egyébként. Gyere, foglalj helyet valamelyik székre. Van szép hátterünk, bent is fogunk csinálni felvételt, meg kint is. Aha. Nekem van bögrém, neked nem lesz semmid. Ja. Ez a kivágás, hátul szuperhősök, meg konyvaregény, meg egy kis, hogy is hívják ilyen, egy kis fal. Kis fal, hogy legyen, mert ez jól néz ki. Aha. Kaptár. Igen. Egyből kezdjük ezzel. Miért ez a névválasztás? Van egy Forbes cikk rólatok, hogy ti vagytok a legjobbak. Mit csinálsz te? Miért csinálod ezt? Miért vagyunk itt? Én vagyok a Kaptárnak az egyik társalapítója és az ügyvezetője. Uh-huh. És azért vagyok itt, mert írtál egy irányt. Én összekötött minket egy... Amúgy egy Kaptárban dolgozó lány, aki előadó lesz, kecskésági előadó lesz a Szafalin. És ő mondta, hogy akkor veled nagyon kéne beszélni. Együttműködő partnerei vagyunk a Szafarinak, és mi leginkább a networkünkkel, meg a tereinkkel, a Kaptár közösségi irodával. Ami a világ egyik legjobb közösségi irodája. Igen, én azt gondolom, hogy igen. Te azt gondolod, hogy igen, és egyébként ezt írják róla? Igen, volt a Forbes-nak csinált együttműködésben a Coworkerrel egy nemzetközi coworking-el foglalkozó portált, csináltak együtt egy munkát. Igaz, ők is arra jutottak, ahol mi is eljutnánk nagyon gyorsan, hogy igazban nem lehet összehasonlítani az irodákat egy szint után, mert hogy találsz olyan irodát, ahol van medence, és van olyan iroda, amik tényleg egy... nem tudom, egy nagyon lepukkant raktárépületben földön ülés, tehát mind a kettőt lehet coworking irodának hívni, meg milyen programok vannak ott, milyen ott a közösségi élet. Mert hogy a közösségi élet, meg áttérünk a szoftverre, meg a tartalomra, kicsit javítunk a képkivágáson. Szóval ott tartottunk, amikor kint elkezdtük a beszélgetést, hogy a Kaptárnál, ugyanúgy, mint a legtöbb coworking irodánál egyrészt ad a hardware, igen, és ez nagyon jóra lett értékelve, de hogy Isten igazából a szoftver, a belbecs az. Van egy tagunk nagyon-nagyon régről, Tolnai Ákos, akit mai napig nagyon csípek és követjük egymás életét, és azt mondja, hogy ő tudta a legfrappánsabban eddig megfogalmazni, hogy a Kaptárba és az iroda miatt jönnek be az emberek, de a közösség miatt maradnak. Fel lehet rángatni az embereket, a kérdés az, hogy holnap miért mész vissza. Mondta az egyik tagunk, hogy ilyen egy hét után törzsvendég feeling. Azt mondta egy svéd srác, aki dolgozott nálunk egy fél évet, Patrick, azt mondta, hogy valahogy a Kaptárba találták el a legjobb annak az egyensúlyát, hogy legyen közösségi vibe, tehát hogy legyenek különböző események, de közben hagyják békén az embereket dolgozni. Az egyik régi közösségi tagunk az a CEU-nak az egyik professzora, egy egész departmentet ő vezet, azért járt be hozzánk, mert nálunk elmélyülten tud kutatni. Semmi olyan program nincs, ami bármilyen is kötelező érvényű, vagy hogyha nem mész el, akkor úgy érzed, hogy szar arc vagy. Ez tök fontos, hogy ezt éreztetni az emberekkel, hogy amennyit beleteszel jó szívvel, az tök rendben van. Vannak olyan közösségi tagunk, például a Zalaba Krisztián, aki itt van már nem. Egy másodperc. Magamról nagyon keveset szoktam beszélni. Az a közel 70-80 ország, ahol én dolgoztam így az elmúlt 20 év során, 25, de kiszámolja, talán két vagy három olyan emberrel találkoztam, aki vagy közösségi teret, vagy irodát, vagy kávézót vezetett, mert hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még inkább kávézóknak hívták ezeket a helyeket, hogy ilyen szinten ismerte azokat, akik ott voltak. Tehát, hogy amikor te azt mondtad, hogy egy hét után törzsvendéggé válnak az emberek, és most mióta beszélgetünk, olyan érzések vannak bennem, amikor a klienseidről, ugye, mert hogy lényegében minden ilyen tevékenység, egy vállalkozói tevékenység, akkor, amikor egy irodát vezet, és az ügyfeleidről beszélsz, olyan közvetlen ismerősökről beszélne az ember, akik a barátzónál a közelében vannak, hogyha ezt így nem tudom megfogalmazni. Tök jó, én azt mondom, nekem több kaptáros van, aki nekem kifejezetten jó barátom, akikkel nagyon szívesen töltöm együtt a szabadidőmet. És szerintem ez a coworkingnek az igazi nagy bája. Tehát, hogy ha így szabad megfogalmazni, hogy akikkel a szabadidőmet is el tudom tölteni. Tehát, hogy elmegyek egy helyre, ahol tudok fókuszáltan, koncentráltan dolgozni, de utána ezekkel az emberekkel a szabadidőmet is szívesen eltöltöm, megiszom a kávémat munkaidőt követően is. Én aki egy ilyen café lover vagyok, és
És egyébként napi 20 kávét iszom meg, nekem ugye ez egy fontos tevékenység, vagy akár egy koncertre elmegyek, vagy ne adj Isten, közösen elkezdünk bassgitározni, tehát hogy még az a koncert az közösen is történik meg. Mióta vagytok benne ebben a Startup Safari történetben? Igen, ez a harmadik éve. Tehát ti az elejétől kezdve mondhatjuk. Igen. Startup Safari alapítók vagytok, ha lehet ezt mondani. Igen, ezt nem lehet mondani, ugye nekem még régebbi a történetünk. 2014-ben Kovács Networking Péterrel együtt kezdtük el a Central European Startup Alapítványt. Tehát ti a CESAR-val is. Igen, mi ott ambaszadorok voltunk, nagyköveté voltunk, és a magyarországi rendezvényeit mi nálunk csináltuk, meg együtt csináltuk. Tehát, hogyha valaki CESAR-s videót néz fönt, és ott a helyszínt látja, az a kaptár. Csak hogy így, ha elkezditek keresgélni. Azt hiszem, hogy a tavalyi már nem a kaptár volt. De a tavalyi, előtt a 2016-os az a kaptárban készült. Kérdez, de nem a kaptárban készült, ez egy külön videót megérne. Nekünk aznap, amikor a CESAR-s esemény lett volna, akkor reggel az egyik tagunk, aki nagyon korán ment be, amikor fél hétkor, felhívott reggel, és mondta, hogy áram csöpög a plafonból a víz. Én ezt a sztorit hallottam, azt nem tudtam, hogy ez a kaptárról volt. Ez a kaptár volt, és az építkezés volt fölöttünk, amúgy mi magunk építkeztünk saját magunk fölött, és betörtek az építkezésre, és semmit nem találtak, mi éppen bontás után voltunk, és találtak egy részcsövet, egy részcsapot, azt lecsapta valaki, az ugye 500 forintot ér, és csinált egy olyan 3-400 forintos kárt nekünk, hogy zuhogott a menyezetből a víz. De ha láttál már Budapest belvárosában eső erdőt, akkor a kaptár volt az egy napra. A mi mondásunk, nekünk van egy nagyon fontos mondásunk, az egyik mondásunk a kettő van. Ugyanaz az egy mondás két különböző angol néhány szóval lefedve. Az egyik az a make your product done. Ezt azért találtuk így ki, mert az NYPD az majdnem olyan, mint a New York PD, és ez tök jól logósítva jól fog kinézni majd a pulóvereken, hogyha egyszer gyártunk magunknak. A másik pedig a done is better than perfect, ugye, ami nekünk egy ilyen, szerintem inkább azt mondom, hogy életigenlő, vagy ilyen kicsit ezoterikus, mert az agilist meg a lint azt nem nagyon szeretem mondani, mert itthon ezt egy kicsit másképp valósítják meg, mindegy, ebben most nem megyek bele. Kezdjük el csinálni, toljuk. Uber császár stúdiónk lesz, ami ha egyszer ez elkészül. Na, most is egy inspiráló. Inspiráló, azt köszönöm, az egy jó szó. Ha arra várnánk még mindig, hogy az a stúdió környezet, amin most mi dolgozunk, elkészüljön, akkor még sokáig nem csinálnánk ilyen videókat. És ezért vannak ezek a szögek, mert ilyen random készülékekkel készítjük el a videóinkat. A kaptál kifejezésre talán az lenne, hogy tehát a mi mottunk az lenne talán az Act Before You're Ready. És szerintem ez is nagyon jól passzol. Ez abszolút passzol, nagyon, nagyon. Lényegében elmondtunk mindent. Lesz Startup Safari, lesz a kaptárban is. Menjetek el a kaptárba, nézzétek meg, a bazilika mögött van, a Révai közben. Nagyon-nagyon jó emberekkel fogtok találkozni, hogy csak harmad annyira jó, mint ez a mai beszélgetés, amit adott nekem, akkor már biztos, hogy ott minden jó lesz. Innen folytatjuk. Sziasztok! Peace! Köszönöm szépen!